Az elmúlt időszakban több lakossági bejelentés érkezett arról, hogy Bátaszék területén a közvilágítás nem megfelelő. Vannak utcák, ahol nem világítanak a köztéri lámpák, vagy az időjárás függvényében működnek csak. Úgy látjuk, hogy tényleg tiszta vizet kéne önteni a pohárba, hogy mi is okozza Bátaszéken a közvilágítás jelenlegi állapotát, vagy hogyan alakulott ki ez a helyzet. Ugye 2014-ben nyert a város egy közvilágítás korszerűsítés, egy Európai Uniós forrás, és akkor történt meg a teljes rendszer átépítése, és akkor a régi nátriumos lámpák lecserélése kerültek ledes világításra. Már akkor tapasztalható volt, hogy szem számára más fényviszonyokat biztosítanak ezek a lámpatestek, de a szakemberek állítása szerint ugyanazt a fényerőt biztosították, mint a korábbi lámpatestek. Hozzá kell tenni, hogy energiafelhasználás szempontjából sokkal hatékonyabbak voltak. Sikerült nagyjából 50%-os költségmegtakarítást elérni ezzel a korszerűsítéssel. A pályázatból adódóan 5 évig ez a rendszerhez nem lehetett hozzányúlni, nem lehetett a lámpatesteket sűríteni, nem lehetett kicserélni adott esetben nagyobb teljesítményű lámpatestekre. A pályázat 2020-ban lejárt, és akkor, mondja Bozsolik Róbert, mint egy varázsütésre tömegével kezdtek tönkre menni a felszerelt világítótestek. Ekkor kezdte meg a város gyakorlatilag a lámpatesteknek a cseréjét. Évente mintegy 5 millió forintot fordítottunk eddig lámpatestek cseréjére. Ez nagyjából 50-55 darab lámpatest cseréjét eredményezhette költségvetési évenként. Hozzá kell tenni, hogy közel 800 darab lámpatest működik a város területén. Tehát mire eljutunk majd a teljes hálózatnak a cseréjére, az egy több éves folyamat lesz. A rendszer úgy működik, hogy évente két alkalommal van lehetőség nagyobb számban cserélni, mert az üzemben tartó csak így vállalja a korszerűsítést, ugyanis nehéz a lámpatestek beszerzése is. Szelesek időszakokban a város bizonyos szakaszai teljes egészében megszűnik a közvilágításnak a működése, ezt már több alkalommal jeleztük az EON felé. A héten egy újabb levélben fogjuk felkérni az EON munkatársait, hogy teljes átfogó felülvizsgálatot végezzenek a bátaszéki közvilágítási rendszeren, és ezeket az üzemszerű hibákat igyekezzenek minél gyorsabban orvosolni, mert vannak időszakok, amikor napokig bizonyos utcák, Kölcsey utca, Szent György utca, Budai utcának egy bizonyos szakasza közvilágítás nélkül maradnak, és amennyiben nem érkezik lakossági bejelentés el az oldalról, nem is érzékelik a hibákat, tehát gyakorlatilag addig nem is történik a rendszeren semmifajta javítás. Ezekben próbálunk előrelépni, hát kérjük a lakosság türelmét, ez varázsütésre nem fog megtörténni, ez egy hosszú, több éves folyamat lesz.